Üdvözöllek benneteket az új jóslásommal, és megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt középen látható egy szexuális mágia, erre utal ez a növény. Az lehet, hogy megvan köztetek ez a vonzalom, de azt is jelentheti, hogy valaki szertartást csinál. Ez lehet jó számodra, hogy újra meglegyen a bizalom, a közeledés, a testi kapcsolat, de ez a szertartás kihathat arra is, hogy valaki rosszat akar, és azt szeretné, ha ti eltávolodnátok egymástól, vagy egy másik nő van a háttérben, és ezzel a szexuál mágiával, ezzel a szertartással akarja őt elcsábítani. Itt ez a kép utal a házra, az otthonra, a gyökerekre, a biztonság érzetére, tehát ne bizonytalanodj el, hanem bíz abban, hogy minden jóra fordul. Az is lehet, hogy ő szeretne meglátogatni téged, vagy lesz egy meghívás, és azt szeretné, hogy te látogasd meg őt, és akkor ez a kártya arra utal, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. Itt ez a növény utal a kígyóra, vagy egy sárkányra. A sárkánynál mindig kármikus témák vannak. A kígyó az jelenteti a gyógyító erőt, a változásokat, a megújulásokat, de gyakran szimbolizál egy másik nőt is a háttérben. És miről van konkrétan szó? Itt újra megjelenik ez a mágikus, ami jelentheti a vonzó erőt kettőtök között, vagy jelentheti azt is, hogy valaki valamilyen szertartást készít neked, számodra, vagy az ő részére, de ez lehet valami negatív irány is, hogy valaki rosszat akar, és azt szeretné, hogyha ti eltávolodnátok egymástól. Itt is, ezen a képen is, a másik kettőn is, mindenütt a kelyhek láthatóak. Itt is a kehely, itt is a kehely látható, sőt az utolsó képen a két kehely jelenti a kapcsolatot. A kelyheknél mindig a víz eleméről van szó, ami jelenti az érzelmeket. Tehát itt mély érzelmek vannak kettőtök között. Ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit, de te ezt nem veszed észre. Az is lehet, hogy fordítva van, hogy te nyújtod át részére ezt a kelyhet, és ő nem figyel oda rá. Itt látható a könnyek mezeje. Az jelentheti a jelenlegi állapotot, vagy a múltat, hogy itt voltak könnyek annak idején is, tehát vannak fájdalmas emlékek. Persze ez a varázsló eltávolíthatja varázs erejével ezt a könnyet, ezeket a könnyeket, és akkor lezárod itt a múltat. Ami fontos, hogy ő közeledik hozzád, és itt lesz egy találkozás, megvan a vonzalom kettőtök között, akkor is, ha valaki szertartást készít a háttérben, nem tudhatni, hiszen megvan a szerelem kettőtök között, itt meg lesz a közeledés és a bizalom. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy te még valakivel megismerkedsz, tehát egy másik férfi is közeledik hozzád. Ez is előfordulhat természetesen, amire a kártyák utalhatnak, és akkor lesz itt egy találkozás. Én úgy gondolom, hogy a lelki társad van itt, és kettőtök között van meg ez a mágikus vonzalom, és itt kimutatjátok a szeretetet, ezt a szerelmet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, tenderrel!